És akkor ezt mutatom itt, hogy vannak periférikus, meg centrális ütközések, és a létrejövő kvarkanyag, ha van ilyen, akkor az egyre nagyobb lesz. Itt csak egy nagyon pici térfogaton jön létre ilyen kvarkanyag, itt meg egyre nagyobb térfogatokon. Itt csak mutatom, ahogy a kísérletben mindez látszódik, egy ilyen periférikus ütközésben csak néhány részecske jön létre, ez is elég sok, de nem olyan nagyon sok, és ahogy egyre centrálisabb ütközéseket nézünk, egyre több részecske jön létre. És ilyen grafikonokat nem nagyon akartam mutogatni, de úgy gondoltam, hogy ez annyira jelentős, hogy mégiscsak megmutatom, csak azért, hogy lássátok, hogy néz ki egy ilyen tudományos munka eredménye, ne csak ez a kicsit ilyen leegyszerűsített típusú magyarázat legyen. Egy ilyen tudományos eredményt így szoktunk bemutatni, hogy fogunk egy grafikont, és valaminek a függvényében ábrázolunk valamit. És ez a valami, amit ábrázolunk, ez éppen ez a hányados. Azt vizsgáljuk, hogy ez az előbb említett hányados, ez egy-e. Ha ez a hányados egy, az azt jelenti, hogy valóban a proton-proton ütközésekből felépíthető az atommag ütközés. Azonban amennyiben ez a hányados nem pontosan egy, akkor az azt jelenti, hogy valami furcsaság történik. Valami nem stimmel teljesen. És ezt mutatom, hogy úgynevezett ilyen nagy százalékban periférikus ütközésekben, ezek nagyon periférikus ütközések, ahol csak alig jön létre kvarkanyag, ott ez a bizonyos hányados, ez körülbelül egy. Deutérium arany ütközésekben, tehát egy nagyon pici és egy nagy dolog ütközéseiben is, ez a vizsgált hányados körülbelül egy. Azonban, és ez volt az első nagy felfedezés, ahogy egyre centrálisabb események felé megyünk, ez a hányados egyre inkább nem egy. És ez megdöbbentő volt, bizonyos értelemben, mert persze azért voltak, akik számítottak rá, de nagyon váratlan, hogy ez a hányados nagyon-nagyon centrális ütközésekben nagyon-nagyon nem egy. És ez tényleg egy váratlan dolog volt, amit ezzel lehet megmagyarázni. Hogy az történik, hogy létrejön ez a kvarkanyag, és ha benne keletkezik egy részecske, akkor amiatt, hogy ez a kvarkanyag annyira sűrű, hogy sűrűbb, mint bármi, bárhol valaha létrejött, elnyeli ezeket a részecskéket, és nem tudnak kijönni a közegből. És azért tapasztaltunk sokkal kevesebb részecskét, mint amennyire számítottunk, mert ebben a kvarkanyagban elnyelődtek. Az, hogy ez mennyire elnyelő, az azért is érdekes, mert itt körülbelül egy ekkora térfogatról beszélünk, ami egy atommag térfogatának felel meg, hihetetlenül kicsi térfogat. El sem lehet képzelni, hogy mennyire kicsi, de egy ilyen részecskét el tud nyelni. Nem tud kijönni belőle egy ilyen részecske. Ez azért érdekes, mert ezeket a részecskéket különben egy néhány centiméteres ólomfallal mondjuk, azzal lehet megállítani. Vagy néhány milliméteres fallal. Ennek a méretnek itt sokkal-sokkal kisebb verziójáról van szó. 10-15 nagyságrenddel kisebb méret is el tudja nyelni ugyanazokat a részecskéket. Tehát itt valami őrületesen sűrű és erősen kölcsönható közeget találunk. Ez volt az egyik felfedezés, hogy ez valami elképesztően sűrű dolog. A következő, és most már a végénél vagyunk, az, hogy ez az anyag nem csak, hogy nagyon sűrű, és mindent elnyel, hanem egy ilyen úgynevezett tökéletes folyadék is. A tökéletes folyadék az azt jelenti, hogy ez a viszkozitásnak nevezett mérőszáma nagyon alacsony. Az ilyen anyagok, azok olyanok, hogyha megkevered a pohárban, akkor örökké forogni fog, vagy hát most persze kis túlzással. Ugye, hogyha fogsz egy pohár mézet és megkevered, akkor az egyáltalán nem kezd el keringeni. Ha fogsz egy pohár vizet és azt megkevered, az egy darabig forog. És akik szuperfolyékonyak, azokat megkevered és eszmetlen hosszú ideig forognak körbe-körbe. A héliumot, a nitrogént és a vizet is ilyen nagyon alacsony
viszkozitású, nagyon-nagyon folyékony állapotba lehet hozni bizonyos hőmérsékleteken. Mi viszont egy olyan anyagot állítottunk elő, ami ennél még sokkal alacsonyabb ilyen úgynevezett viszkozitással rendelkezik, tehát ez valamiféle nagyon-nagyon tökéletes folyadék, nagyon-nagyon folyékony anyag. És akkor ezt már tényleg csak nagyon röviden megemlítem, hogy más indirekt jelekből is arra következtetünk, hogy ezek a kvarkok megjelentek. Ezek az indirekt jelek valamiféle ilyen skálázási tulajdonságra vonatkoznak, ezt most egy picit inkább átugrom, de az a lényeg ebből, annyit érdemes csak megérteni belőle jelen pillanatban, hogy valamiféle ilyen indirekt módon arra gondolunk, hogy tényleg lehet, hogy megjelentek a kvarkok. És a legutolsó, a 26-ból a 27. dia, az az, hogy a hőmérsékletet meg tudjuk határozni. Meg tudjuk mérni ennek az anyagnak a hőmérsékletét. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de mégis sikerült megtenni, méghozzá hasonló elven, ahogy a hőkamerák működnek. Hogy működik egy hőkamera? Minden hőmérséklettel rendelkező test fényt bocsát ki magából, csak esetleg nem látható fényt. Tudjuk, hogyha nagyon-nagyon melegítünk egy vasat, ha pár ezer fokosra fölmelegítjük, akkor világítani kezd. Ezt hívjuk vörösizzásnak, majd fehérizzásnak. Ha valami eléri az 5000 fokot, akkor körülbelül fehéren világít, de ilyen hőkamerával az egyébként nem látható fénnyel sugárzó emberi testet is lehet látni. És pontosan ezzel meg lehet mérni egyébként a hőmérsékletét is, a repülőtereken szoktak ilyet alkalmazni. Itt látható egy embernek az ilyen hőkamerás képe, és itt, ahol az arcát látjuk, ott körülbelül valóban ez a 36-37 fokot éri el, és látjuk, hogy a ruha a szigeteli, ott alacsonyabb a hőmérséklete, hiszen azóta jobban a környezeti hőmérsékletet mutatja. És valóban valami hasonlót látunk itt is, ez az anyag, ahogy tágul, hűl ki, létrejön ezen a borzasztó magas hőmérsékleten, de ahogy egyre hűl, egyre más lesz, egyre kisebb lesz a hőmérséklete, és folyamatosan fotonokat, fényt sugároz ki magából, és ezt a fényt, ezt észlelni tudjuk valamelyik detektorunkkal a sok közül, és ezzel a fénnyel meghatározhatjuk, hogy mekkora a hőmérséklete. És akkor összegzésképpen mit mondhatunk, hogy mit tudunk az univerzum ős anyagáról? Mit tudunk, hogy milyen anyagból állt az ősrobbanás után a világegyetem? Azt találtuk, hogy borzasztó erősen elnyelő anyagról van szó. 10^-15 méteres tartományban elnyel olyan részecskéket, amit a hagyományos anyag csak milliméter vagy centiméter skálán nyel el. Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy atomerőműben valamiért védekezni kell a sugárzás ellen, odaraknak egy jó vastag falat, hogy biztosan elnyelje a sugárzást. Ebből az anyagból, amit persze nem lehetne odarakni, szóval ez inkább csak egy olyan példaféle, ebből egy atomnyi méretű réteg is elég lenne, az is le tudná szigetelni az összes kijövő részecskét. Ez az anyag, ez egy tökéletes folyadék, ez a bizonyos viszkozitása, a folyékonysága kisebb, mint eddig bárminek. És ez az anyag, ez forróbb, mint eddig bármi, több billió Celsius fokot vagy Kelvint elér, ami arra utal, hogy ezek a kvarkok kiolvadnak valóban a börtönükből, a nukleonokba, a protonból és a neutronból, és összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy egy tökéletes kvark folyadékot találtunk, amit az angol nyelvű szakirodalomban ez az SQGP névvel szoktak említeni, ami az, hogy Strongly Interacting Quark Gluon Plasma, ezt magyarul mondva, tehát erősen kölcsönható quark gluon plazma. Ezt a hírt 2010-ben a sajtó nagymértékben átvette Magyarországon is, több magyar hírportálon lehetett olvasni erről.
Egyébként ez a 2010-es eredmény, a 2005-ös eredmény, ami az volt, hogy ez egy nagyon erősen elnyelő folyadék, az 2005-ben az Amerikai Fizikai Társulat szerint az év legfontosabb felfedezése volt, tehát itt világviszonylatban igen elismert kutatásokról van szó. A 2010-es felfedezés, ami erre a hőmérsékletre vonatkozott, azt rengeteg nagynevű amerikai újság is közölte, és hát ezért mi is hálásak vagyunk a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottságnak, hogy részben ők tették lehetővé nekünk, hogy kijussunk ehhez a gyorsítóhoz, és részt vehessünk ezekben a kutatásokban. Természetesen sok más forrásra is szükség volt, ehhez az Országos Tudományos Kutatási Alap és mindenféle állami szervezetek támogatják azt, hogy a magyar kutatók részt vehessenek ilyen kutatásokban, aminek azért van jelentősége, mert a jövő mérnökeit és kutatóit azt azok képzik, akik ma a tudomány élvonalában vannak, és ha ők nem ismerik a tudomány élvonalát, akkor a következő generáció is lemaradhatna. És akkor összegzésképpen azt mutatom, hogy ezt az SQGP-nek nevezett anyagot találtuk, ami egy ilyen folyadékszerű állapotban van, és szoktak egy ilyen hasonlatot emlegetni, hogy amikor Kolumbusz elindult Indiába, amiről persze egyesek úgy gondolják, hogy nem is így volt, de mindenesetre elindult Indiát megtalálni a nyugati irányból, akkor egy teljesen mást fedezett föl Amerikát. És ma pontosan itt tartunk, voltak mindenféle várakozások, hogy mit fogunk találni. A legtöbb várakozás azt mondta, hogy egy ilyen gázszerű anyagot fogunk létrehozni, ezzel szemben egy erősen kölcsönható anyagot hoztunk létre, és ez pontosan ehhez Amerika felfedezéséhez hasonlítható, azonban rengeteg, amíg fel nem tárt terület, még csak a partvonal legszélét ismerjük, a kutatások java még hátra van. Köszönöm szépen! Újra meg kell köszönnöm az Egyesült Államok Nagykövetségének, a Fulbright Egyesületnek és természetesen a Magyar Innovációs Szövetségnek, hogy ez a rendhagyó fizikai kísérlet és fizikaóra létrejöjjön. És személy szerint mit kívánhatnék az itt lévő Krúdis és Zinis gyermekeknek? Bármilyen természettudományos pályára is mentek, szívből kívánom, hogy jussatok el a világ legjobb egyetemeire, kutatóbázisaira, és olyan lelkes fiatal kutatóként térjetek haza, mint az itt megismert Csanád Máté úr volt. Köszönöm a figyelmet! Egyébként, ha valakinek valami kérdése van, akkor azt nyugodtan fölteheti, akár a későbbiekben is.